közben derül ki, hogy a gyilkosság az valójában tűzhasznon való részvételt jelentette. A rablás pedig azt jelentette sok esetben, hogy az éhező lakosságnak, hogy adjanak enni, feltöltek egy élelmiszerboltot a nemzetőrök, és kiosztották a készleteket. Ezúttal a Vármegyeháza adott otthont a Matthias Corvinus Kollégium programjának. Az eseményen György Sándor, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos kutatója, az 1956-os forradalmat követő megtorlásokról tartott előadást. A megtorlás az jóformán már november 4-ével megindult. Ekkor még egy jogon kívüli megtorlásról beszélünk, ugye sokakat lelőttek tűzharcon kívül, új alakult karhatalom kegyetlenkedett, nem egyszer részegen nők is randadíroztak, összevertek embereket, és maga a jogi eszközökkel folytatott megtorlás, az december 11-én vette kezdetét a statáriummal, ami hivatalosan köztörvényes bűnözők és fegyverejtegetők ellen irányult főleg. A kommunista-szocialista rendszer brutálisan megtorolta a forradalmat. 1956. december közepétől 1961-ig 231 embert végeztek ki, nem egyszer koncepciós elemeket tartalmazó perek után, vagy megalapozatlan torzított ítéletek alapján. Emellett több mint 21 ezer főt börtönöztek be, és mintegy 16-18 ezer főt kitelepítettek. Rajtuk kívül többen estek áldozat túl a karhatalom kegyetlenkedéseinek, vagy a szovjet csapatok bosszú akciói következtében. Ugye a fegyverejtegetési ügyeknél külön volt egy ilyen rész, ahol haragost, szomszédot, nem tudom, régi családi ellenséget próbáltak meg feljelenteni, ellehetetleníteni, vagy éppen pénzt kizsarolni tőle, hogyha nem fizet, akkor feljelentik fegyverejtegetésért. Tehát ennyire zűrös és sötét időszak volt ez a megtorlás korszaka. A kutató elmondta, hogy sokaknál még mindig nem zajlott le a rehabilitáció, a perek felülvizsgálata még napjainkban is folyik.